Egy a hajléktalanok körében végzett február 3-ai országos mérés szerint egyre több közöttük az idős, beteg, munkaképtelen ember. Az ő szervezetüket sokkal jobban megviseli a nyári kánikula, mint azokét, akik egészségesen be tudnak vonulni egy klimatizált helyiségbe. A Periféria Egyesület két utcai gondozó szolgálatot működtet Nyíregyházán a hajléktalan emberek megsegítésére. Nekünk szociális munkásoknak feladatunk az, hogy így a nyári melegben is óvjuk őket, és hogy ellássuk őket olyan eszközökkel mondjuk, és az ivóvíz ez abszolút ide tartozik, amelyekkel át lehet vészelni ezt a nagyon nyári meleg időszakot. Ugye ez a vörös kódjelzés, amit a nagybelegben is kiad a minisztérium, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a hajléktalanokra fokozottabban odafigyeljünk, és bőve folyadékkal lássuk el őket. Ezt egyébként a lakosság is megteheti, tehát ha valaki mondjuk szeretne ivóvízadományt felajánlani hajléktalan embereknek, akkor ezt a Periféria Egyesületen keresztül megteheti, és mi eljutatjuk számukra a vizet. A hőség túlélésében az árnyék is sokat segíthet a hajléktalanoknak, ezért láthatjuk őket ilyenkor sokszor a köztéri padokon, vagy ha tudnak, behúzódnak a nagyobb bevásárlóközpontokba. A szakember elmondta, nem nőtt a hontalanok száma, csak látványosabb a jelenlétük. Ők is azokon a helyeken válnak láthatóvá, amelyek közterületek, forgalmas helyek, ahol az emberek jó indulatára, segítőkészségére számíthatnak, és hát ezek leginkább ugye a belső városi területek, és hát vannak olyan hajléktalan emberek is, akik meg kifejezetten kerülik ezeket a belső város részeket, és nem szeretik a tömeget, nem szeretik a nyüzsgést, ők ugye nyilván külsőbb területeken tartózkodnak, sok esetben az ő felkeresésük sokkal nehezebb, mint azok, akik ott vannak a belső városi területeken. Akik belül vannak, azokhoz több minden jut el, így lakossági felajánlásokból is, akár ha csak valaki megy az utcán, észrevesz valakit egyszer, vagy rendszeresen elkezdi őt támogatni, még ugye azok, akik külső területeken tartózkodnak, hát hozzájuk legtöbbször a szociális munkásaink jutnak el, ők tartják velük a kapcsolatot. És segítik őket a napi szükségletek ellátásában, vagyis élelmiszert, vizet, tisztálkodási eszközöket és az időjárásnak megfelelő öltözéket visznek nekik.